Nem tudni a teljesen pontos időt, amikor Nuka egyszer csak megjelent. Vagyis a megjelent szó nem fedi a valóságot. Mert nem megjelent, hanem egyszer csak itt volt, és pont. Itt volt. Teljesen valóságos maga mi voltában. Ez több bonyolult kérdést is felvetett. Nuka ugyanis jegesmedve volt. December 25-e meghozta Nuka a világjáró jegesmedve kalandjainak folytatását. A Vörösmarty Színház művészei Kricsár Kamil és Kerkai Rita márciusban megkezdett történetének folytatásaként varázslatos mesevilágba kalauzolnak el bennünket, kicsit nagyot, s teszik ezt végtelenül emberi, játékos mélységekkel átszőtt melegséggel. Legutolsó jelenetet kivéve ez megvolt kvázi májusra. Ugye, mert az volt a ugye tavasszal, amikor csináltuk ennek a teljesen animációs Rita itt Fehérváron a panelházban, én lent Zalába, mint író. Ebből az volt a terv, hogy ez ilyen hosszú lesz, tart, ameddig tart. És ugye a hosszát meg igazából, megmondom őszintén, nem is én határoztam meg, én csak lezártam a végén, hogy kvázi legyen, mint egy lekerekítése, hogy hány szereplő van benne. Tehát ugye az elején megvolt, hogy kik szeretnének benne lenni, és akkor ebbe benne volt a, ugye, beleve a Rita, aki volt a Nuka, meg ugye azt ne felejtsük, hogy az ő ötletéből volt, tehát hogy szokás szerint ez megint úgy történt, mint már nem először, hogy csináljunk egy mesét, és azt gondoltam, hogy legyen benne egy jegesmedve. Ez így indult. És én meg ültem otthon Zalaszentgróton mellett a kis házamba, és akkor ott nem tudom, aztán történet jön, és akkor ez mindig úgy jön egy plusz szereplő, mert ugye az volt a lényeg, hogy több szereplőt mozgassunk a társulatból, Vörösmarty Színházból, és akkor minden egyes epizódnak ugye más a szereplője. Akihez megyek, lakhat bárhol, tudok vele beszélni. Mintha lenne bennünk egy mindent fordítógép. Te értesz? Én is értelek. De kívülről nézve, én mindenféle medvehangot adok. Te meg embernyelven a sajátodon mondod, ami teljes zűrzavarnak hallatszik. Kerkai Rita, Nuka, töpörtyű óriás jegesmedve mélységesen valóságos hangjaként és illusztrációival is arra késztet, már-már kötelez bennünket, hogy gondoskodó szeretettel megrajzolt figuráiban ismerjünk mai önmagunkra, s váljunk kicsit jobbá, figyelmesebbé mindennapjainkban. Egyszer egy mese gyerekeknek, de ugyanakkor nagyon erősen kapcsolódik ahhoz a helyzethez, ahhoz a létállapothoz, amiben most élünk. És a Kamil meséiben nagyon szeretem azt, hogy egyszerre van egy felnőtteknek szóló rétege, és egy gyerekeknek szóló rétege, és így egy család, hogyha együtt megnézi, akkor mindenki kap egy olyan gondolatot, amit aztán a későbbiekben tovább tud gondolni. És hát a Kamilnak a meséi nagyon erősen reflektálnak társadalmi problémákra. Például itt a Nukának, a jegesmedvéknek a története, amit elmesél a Nuka, hogy az valahogy nagyon átélhető most, és hogy valójában ez a közös szorongás, amiben most élünk, hogy azt szerintem nagyon szépen képileg megfogalmazódik ebben a mesében. Nézzenek oda! Méltóztatott észrevenni és leereszkedni hozzám az uraság. Pedig jó magam, már 2 éve lakója vagyok a közösségnek. Igen, jól hallotta, 2 éve, december 22-én tetszett felfogadni engem több ezer testvéremmel együtt, még fenyőfa, mi voltunkban. Gyuri gazda általános kis és nagy karácsonyfa iskolájából hozott el, hogy tegyük csodálatossá az ön ünnepét. Mivel a tisztesség ott felügyel minden cselekvés eredőjénél, Nuka és újdonsült barátja illanak útra kell, hogy felfedezze a világot, hogy elámuljon mindenen, ami körülvesz minket. Felső normandiai jegenye Elvirával találkoznak a tűlevéllel, aki beesik a padlórésbe és ott marad karácsony utánig, de aztán kiderül, hogy előbb vagy utóbb mindenkit utolér a lelke. Nem lepett meg, mégpedig azért, mert ismerem a Kamilt ennyire, és tudom, hogy ha ő belekezd valamibe, akkor az folytatni fogja. És egyáltalán nem lepődtem meg.
inkább annak örültem, hogy újra, ahogy csináltuk ugye a meselátóhegyet, még régebben a Hópely hercegnőt is, és az, hogy újra egy kicsit belelátunk az ő fejében. És nekem azért tetszik nagyon Nuka, mert amit az előbb mondtál is, és beszéltük, hogy én azt érzem, hogy családi program. Olyan szempontból, hogy egy szülőnek ott kell lennie, vagy egy barátnak, vagy valakinek, főleg, hogyha mondjuk kisgyerekről van szó, és akkor ott van egy szülő, és közösen, tehát hogy ő is segít neki, elmagyarázza, hogyha nem érti, vagy összefüggéseket keres, vagy megpróbálja átfordítani, és már van ugyanúgy miről beszélni, tehát le lehet őt is foglalni. És akkor így a szülővel együtt nagyon kevés olyan történet van szerintem most, manapság, vagy amit az emberek ismernek, vagy használnak, ami milyen közös. Vigyázz! Szólt rám Nuka. Igen, igen. Már én is akartam mondani, hogy jobb lesz nem lefelé tekintgetni. Igazam van, vagy nincs igazam? Mert igazam van. Szólalt meg egy kissé rekettes hang a háttérből. Igaza van, vagy nincs igaza? Mindegy az most. Az a lényeg, hogy maradjon fenn, ha már feljött, és ne essen vissza. Válaszolt egy női hang. A törődés és a törődés ebben a történetben nem törődöm. Szóvirágzagyvaság, így az sem véletlen, ahogy Balléer Bianca Katiani szerepében kaput nyit a vándorlók előtt. Pont emiatt tetszett nekem, amikor olvastam, mert hogy egy ilyen mindenféle korosztálynak érzem azt, hogy mondjuk egy a kisöcsém, aki 10 éves, csak mást értene meg belőle, mint mondjuk én vagy anyukám, a mélységeit vagy a sokrétűségét, hogy először olvasva talán látnék bele egy belső utazást, egy magányból adódó belső utazását a férfinak, de közben látok benne egy ilyen a kisjeges medvének a felnövés történetét, vagy mint kísérő, de közben nekem ez is nagyon tetszik, hogy mint egy jeges medve motívum, ami teljesen aktuális, hogy egy védett állat, egy kihaló félben, tehát vajon az én gyerekeim látnak-e majd jeges medvét. Szóval, hogy szerintem tök sok mindenre így rávilágít ez a kis történet. Ugye van ez az én karakterem, ez a befőttes üveg, a kétféle, a nő, a férfi, a viszály közöttük, és mint egy ilyen révész, egy kapuőrök, akik átengedik az utazót. Fazék dombi régi kalappanzió, nézz erősen, s már is ott vagy. Mindketten erősen néztünk, azt megmondhatom. S tényleg ott voltunk. Egy nagy fazékdomb, és a tetején, mint valami furcsa fedő, egy régi kopottas kalap. A régi kalap panzió. A domb előtt pedig ott állt mosolyogva egy egészségesen telt karcsú csupor, és a már ismerős hangon, a tábla hangján hangosan invitált bennünket. Parancsoljanak a kedves vendégek! Isten hozta önöket a fazékdombi régi kalap panzióban. Borcsupor Borbála vagyok, a tulajdonos. Csak hogy végre megérkeztek. Engem Nukának hívnak. Ilánnak. Csókolom. Jaj, de nagyon örülök. Fáradjanak utánam. Pardon, hogy én megyek elől, de félek eltévednek. Beengedhetsz, Tibi. A kisbarátok útja végül a fazékdombi régi kalap panzióba vezet, ahol Borcsupor Borbála asszonyság a házigazda. Hangját Kis Diana Magdolna kölcsönzi, aki mivel nem a verbális álmokfutás bajnoka, szintén lubickol a karakterében. Fontosnak tartom a jó beszédet, a szép beszédet. Nekem is van beszédhibám, de ez az írás, amikor Kamillát küldte, akkor nekem ez egy komoly feladat volt, hogy ezt a rengeteg jelzőt, ezt szépen el tudjam mondani, és ezeket lehessen érteni, hogy érzelem. Tehát ezek a jelzők nagyon bonyolultak voltak, úgyhogy ez nekem gyakorolni való volt. De hát az egész mesébe lehet fürdőzni, mert igazából tényleg hiányzik az, hogy én rengeteg animét nézek, és rengeteg olyan felnőtteknek szóló egyébként komoly mesét, ami visszavezet a gyerekkorba, meg visszavezet az alap típusú érzelmekhez, mert most már annyira azt gondoljuk, hogy olyan bonyolultan kell mindent felfogni és megérteni, és olyan érzelmi katyvasz vesz minket körül, hogy a legegyszerűbb dolgok felé kell fordulni, szeretet, tisztelet, megértés, és ezek a dolgok. Nem kell mindent túlgondolni, és ez a történet is, ahogy mondtad, hogy a felnőtteknek is el kellene tudni merülni. Egy mesében szerintem a felnőtteknek szóló mesekönyveket is kéne írni, nem csak gyerekeknek. Akkor hatan vagyunk, tehát sok lenne a hat hajó, kivéve, ha hozok még legénységet. Meg lesz!
az elfeledett piros és kék fiúk, a két gombfoci csapat. A hajók pedig varázslatos virágszalvétákból lesznek, villaárbóccal és zsebkendő vitorlákkal. Munkára! A Júli és a gombkalózok című történetben a félelmetes tengeri gomboknak okoz kalamajkát a kislány a Tócsa tengerben, hogy aztán lelkesen újraépítse a flottát. Júli szerepében Ladányi Júliát hallhatják, akinél a tisztesség ott felügyel minden cselekvés eredőjénél. Az volt ebben a különleges, hogy Kamilla kezdte ezt a projektet, vagy hogy megírta ezt a történetet, és Ritával belekezdtek még márciusban. És valahogy sokan kedvet kaptunk hozzá, hogy ebben részt vegyünk, mert annyira tetszett, vagy annyira izgalmasnak tűnt, meg őszintének ez a dolog, hogy így jeleztük, hogy akkor mi is, vagy én is szóltam, hogy szívesen részt vennék benne. És már ugye ismertem a történeteket, azt az első párat, ami még tavasszal született. És akkor, amikor kiderült, hogy én Júli néven veszek részt ebben a dologban, az meg külön ilyen megtisztelő, hogy a saját nevemet használja, és én vagyok az egyetlen, aki a saját nevén szerepel ebben a történetben. És egy kicsit emiatt azt is gondolom, hogy talán közöm lehet ahhoz a kislányhoz. Én csak nemrég születtem. Nem igazán értem. És azt se tudom, hogy most ébren vagyok, vagy álmodok. Most álmodsz. Akkor te... Én átjárok a világok között. Sok ideje már. De eljött az ínség, és vele eljöttél te is. Így már én is indulhatok. Hová? A többiek után. Már mind elmentek. Csak én maradtam, és te. Elmentek? Anyu is odament. Ott van? Ott van, kicsinuka. Mindenki, aki eddig valaha volt. Hol? Hófehér világ. Mi így hívjuk. Én is megyek. Nem, kicsinuka. Te nem jöhetsz. Te vagy az utolsó közülünk. Te leszel az új őrző. Világok kapuőre. Az én tisztem lejárt. A tisztesség kegyeltjei jól járnak, ha a szeretethez társulva figyelik Kelemen Istvánt, Tomkin az öregecske jegesmedve bőrébe burkolózva. Van, amit újra és újra el kellett olvasnom. Nem azért, mert nem értettem meg elsőre, hanem azért, mert hát ugye ez nyilvánvalóan nem csak gyerekeknek szól, hanem felnőtteknek is, egy bizonyos réteg mélységei felnőtteknek is szólnak, és azokat jól a helyére kellett rakni. Az én figurámat is, ugye ezt a Tomkint, aki pontosan a szellemek otthon a világok őrzője, ezt a jegesmedvét, aki világok között mozog és hatással van a szelekre, lecsillapíthatja a szeleket. Tehát mindannyiunknak van oda át a másik világban, kedvese, szülei, barátai, és bizony jó lenne valaki, aki mozogna e két világ között, és megnyugtató választ adna, hogy jól vannak-e. Krichár Kamil csapatát összekovácsolta a hozzáértés és a szeretet, ők idolok az egyszerűségben is, ami mértéksűrítő érvényű jelenség a 21. században. Közösségtapasztó emberek, akik létükkel összegeznek, új utakat nyitnak és előre jeleznek. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, egy klipről fogunk beszámolni, hiszen Vörös Tamás és csapata továbbra is ebben a felgyorsult koronavírusos időszakban sem pihen. Nézzük meg először a bejátszást, közben Tamással együtt majd itt utána megbeszéljük, hogy miként, hogyan született ez a darab. Hát annyit játszunk, amelyit akarunk. De ez legyen hosszabb, vagy rövidebb, vagy mi a... Le, mi a tendencia? A koncerten majd mondom, hogy sokáig nem kell játszani.
De itt, ha határozzuk meg, itt, ha határozzuk meg. Nem tudom, már akkor játsz a 16-ot. Hát ne, ne úgy határozzuk meg, hanem hogy kb. Hogy hosszabb vagy rövidebb. Szerintem egy ilyen középosztus. Nagyon jó, mert... A riasztó működik? Persze. Mert akkor riasztjuk be, amikor vége van, hát szólok. Jó, így lesz. Hát ennek a klipnek természetesen itt nincs vége, mi ennyit adtunk be, én megnéztem. Hát azt nem mondhatjuk, hogy újszerű, viszont zseniális történet ismét. Honnét jött a gondolat, az indítatás? Azon túl, hogy kell, hogy jelentkezzetek, hiszen nyilván a, nem maradhat parlagon a tehetség, nem maradhat a készség. Tehát valamikor meg kell mutatkozni, meg kell nyilvánulnatok. Két éve jött rám a rontás, hogy csináljuk a zenekart megint 25 év után, és akkor ezeket a fiatal, ám de tehetséges kollégákat fel
kértem egy kicsikét, meg beszélgettünk, hogy én nekem egy olyan világom van, mint a Davisnek a világa, volt a 80-as években, kicsit forgatni, hát ugye nem levenni teljesen, de az az irány, tehát az az út, amiben kell járnom, úgy érzem, és elkezdtem közben zenéket írni megint, és ezekből lett ez. Igazából ilyen szempontból, de ezt nem azért mondom, jót tett a pandémia, mert többet tudtam ezzel foglalkozni, mint amikor megy minden előre, ugye az elmúlt években úgy mentünk előre, mint az autóversenyzők. Egy kicsit megálltunk, ilyen szempontból nekem jó volt, és akkor a zenekar is így többet tudott önmagával foglalkozni. A klip is újszerű, a dallamvilág az a tiéd teljes egészében. Hogy fogadták a csapatod? A zenekar? A zenekar. Hát az mindenben benne vannak, mert nagyon jól veszik. Igen, ez az old school világ van, ami ötvöződik az elmúlt 30 év zenei. Én nem arra törekszem, hogy valami óriási csattanót kell ugye csinálni. Nagyon sok érték van a jazzbe, a fúziós világba, a rockba, a popba. Én nekem, ami tetszik, ez most nekem tetszik nagyon, azért csinálom. Sokan vannak, akinek tetszik, aztán utólag kiderül ez egy koncerten, hát amennyi volt, de jók a visszhangok. Egy kicsit beszéljünk az online-ról, hiszen nyilvánvaló egy klipnek az a dolga, hogy hódítson, és hogy visszatérjenek, és ez lesz az alapja a következő időszaknak. Tehát hogyan tovább? Hiszen egy klip elkészült, rendben van, ez nagyszerű. Hiszen aki látja végig, és én azt ajánlom is a kedves nézőknek, jazz rajongóknak, fúziós zenekedvelőknek, de hogyan tovább? Azt azért tudomásuk kell venni, illetve szerintem már látjátok egy-ketten, vagy látják néhányan, hogy a Facebook, a YouTube, az összes, a Twitter tele van. Tehát a nézettségi indexek most már, amióta van a pandémia, sokkal kisebbek, mert az emberek tele vannak ezzel, hogy nézegetik egész nap a Facebookot, ebbe bele lehet őrülni, tudod. Tehát sokkal jobban visszaesett. Ez fogja azt szülni, amire én gondolok, hogyha egyszer végre mindenki kijöhet az utcára, meg kimehet egy koncertre, akkor visszatér a klubozás. Én különben talán, hogy abban gondolkodom, hogy de nem azért, mert semmelyikünk se olyan vén még, hanem ami volt nekünk a gyerekkorunkban, ez a 17-18 évesek, amikor itt mondjuk Fehérváron volt egy szombaton 5-6 klub. Tehát nem 5000 fős koncertekre vágynak szerintem az emberek, most nem a picikről beszéljünk a 16-18 évesekről, hanem rólunk, és ami alattunk lévő generáció. A régi klubozás, ugye volt folklub Fehérváron, volt jazz, volt ilyen, ez a mai dal, amit akkor ugye úgy hívtak, hogy pole beat, de tök jók voltak, és én azt gondolom, hogy az igény vissza fog erre jönni, mert nem lehet ebben a világban játszani. Tehát tök jó, hogy csinálunk egy stúdió online felvételt, ami ugye már azt nézegetjük, hogy ki milyen messze van egymástól, hogy úgy játsszuk fel, mert ezek nem úgy küldtük el, azt streameltünk, hanem bent voltunk a stúdióban, tehát ez ugye már egy veszélyhelyzet valamilyen szinten, hanem próbáltuk úgy játszani, mintha semmi nem történt. Tehát, hogyha nem történt volna ez a pandémiás cucc. És ez font, de ezt hosszú ideig nem megy. Nyilvánvaló. Ugye most született egy megállapodás, polgármester úr is meghirdette, hogy próbáltok segíteni ebben az előkészítésben, részt vettél te magad is. Igen. Azokon a fiatalokon, hiszen a legnagyobb veszélyben én azt gondolom, hogy a fiatalok vannak. Hogyne. Hiszen most a pályájuk elején, vagy a pályájuk delelőjén járó zenészeket ez rendkívül módon sújtja. Rendkívül, hát a zenekarok köme szét van esve. Tehát, hogy találkozom a fiatalokkal, fiatal zenészekkel, az öme, vagy biztonságőr, vagy élelmiszerfutár, vagy pizzafutár, vagy, tehát mindenki elment a pályára, mert el kell, hogy menjen megélni. Most ugye bejelentette az NK-nál is vannak dolgaim, hogy a Tisztius az idén csak 20%-a csökkenti a támogatását a szétosztható pénznek, ami az NKO-hoz megy, hogy az NK, tehát a honfoglaló programba
a kollégám. Tehát ugye nincs egy játszási szituáció, nincs utána jogdíjfizetés. Abban a pillanatban artisztusnak. Tehát ugye tehát mindennek van egy láncolata, hogy hogyan csórósodnak be a fiatalok. Fontos, hogy a fiatalok ne veszítsék el az életkedvüket. Oké, mert erre azt mondják, hogy a világgazdasági válságban is milyen szok, jazzzenész ment Amerikába tönkre. Oké, de ez 1929-ben volt utána. Igen, de utána felállt, és egy olyan őrület lett a bebop korszakban, és utána, hogy mindegy, nem látom ennek a végét ennek a dolognak. Az jelen pillanatban az van, hogy most éhen halnak, vagy nem halnak éhen. Mi újság a hangszíntérben? Hogy viselik a fiatalok az úgymond a magán? Hát mi visszatértünk a művészeti oktatással, meg a miniszter úr engedélyezte ezt a 10 fős oktatási szituációt. A művészetben az online oktatás a zéró. Tehát egyszerűen kivitelezhetetlen, illetve semmit nem kapsz érte. Azok visszajönnek, ők visszajönnek, világos, hogy a további oktatásunk, tehát a közismeret az ugye online-on megy. Jól viselik a gyerekek, és várták, hogy visszajöhetünk, ugye most már februárban visszajöttek így erre a 10 fős, 5 fős, 2 fős, nagy termekben oktatunk. Zenét lehetetlen online oktatni. Én nekem ezt senki nem tudja megmagyarázni. Egyszerűen valaki, és hallgatóan egy dob online órát gépen. Igen, hát egy ilyen hit viszont hitet adhat. Hopp, abszolút. Egy ilyen klip, mert én azt gondolom, hogy... Ja, hogy a klip? Ja, én azt mondom, hogy online oktatás, bocs. Nem, ja, meg klip. Az online oktatás is hitet adhat, hogy nincs vége. Nem lehet vége, és mi szerintem mi emberek vagyunk, és a humánum nagyon fontos. Tehát mindig felállt az emberiség. Én azt gondolom, hogy ugye most is fel fog állni az emberiség. Tomi, hát ilyen szituációban mi még nem beszélgettünk, közel 50 éve ismerjük egymást. Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik most elesettnek érzik magukat? Most egy elcsépelt szót tudok erre mondani, kitartás. Mert most össze kell húzni a gatyaszárat, de tudatosan előre kell menni, vagy ahogy az amerikai jazzisták mondják, straight ahead. Ez a megoldás. Tomi, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig azt kívánom, illetve arra hívom fel az önerajongókat, hogy igen, nézzék a csatornákat, a különböző csatornákat, hiszen lám-lám a Vörös Tamás projektet is rábukkantunk, és hát működik ez. Aztán egyszer csak majd én bízom benne, hogy mi hamarabb találkozhatunk élőben is.